Önök az útravaló első adását látják. Műsorunk segítséget nyújt abban, hogy biztonságban elérjék céljukat, közlekedjenek bármivel. A mai adás tartalmából. A törvényi szigor életeket mentett. Éjjellátó kamerák látnak ott, ahová már a fényszórók sem világítanak, és illegális autóbontók a környezetünket veszélyeztetik. Ezekkel várjuk Önöket, tartsanak velünk! Huszonnyolc emberi életet sikerült megmenteni 2010 hasonló időszakához képest. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az első negyed évben a közúti balesetekben meghalt személyek száma a tavalyi 158 főről 130-ra csökkent. 2008-tól elindult egy olyan folyamat, amely szerencsére még ebben az évben is az eltelt időszakig tovább tart, és bízunk abban, hogy ebben az évben is tovább fog tartani. Egy olyan jelentős csökkenés a közlekedési balesetek áldozatainak számát tekintve, amely azt gondolom méltán kivívja nem csak a magyar közlekedésbiztonsággal foglalkozó szakembereknek az elismerését, hanem nemzetközi szinten is, hiszen 2008 évelején olyan jelentős jogszabályi változások léptek érvénybe, amelynek ilyen kihatása volt, és reméljük, hogy lesz is a közlekedésbiztonságot érintően. Tehát elsősorban említeném itt az objektív felelőssége intézmény bevezetését, amelynek során nincs kibúvó azok számára, akik gyorshajtanak és elkövetik ezt a szabályszegést, hiszen a gépjármű üzembetartója tartozik felelősséggel olyan cselekményekért, amelyet a jogalkotó meghatározott az új jogszabályban. A közúti balesetek túlnyomó részét, mintegy 70%-át a személygépkocsi vezetők okozták. Ennek fényében nem meglepő, hogy a balesetek legfőbb okai a korábbi időszakhoz hasonlóan a gyorshajtás, az elsőbségi jog megsértése és a kanyarodási szabályok megszegése. 2008 óta folyamatosan javul a közúti közlekedés biztonság, és ez nem csak a jogszabályváltozásoknak köszönhető. Ennek is természetesen, de a fokozott rendőri jelenlétnek, a fokozott speciális rendőri ellenőrzéseknek, valamint a felvilágosító munkának, amelyben a médiának azért nagy szerepe van, hogy a közlekedőket ismertessük az aktuális jogszabályi változásokról, és folyamatosan felhívjuk a figyelmüket arra, hogy milyen szabályokat kell betartani, és milyen módon tudják megelőzni a baleseteket. A magánvásárlók szinte teljesen eltűntek az új autópiacról. A gépjármű importőrök óvatos becslése szerint idén már javulás várható. Addig is a szolgáltatói és szervízágazat egyre jobban érzi, hogy kevés új autó kerül az utakra. A szakemberek a fekete gazdaság visszaszorításában látják az alapvető megoldást. Terjesztettünk elő különböző jogszabályjavaslatokat, amik részben környezetvédelmi ihletésűek, részben közlekedésbiztonsági, részben piacélénkítési és nagyon nagy részben a fekete gazdaság kezelésére vonatkozó javaslatainkat tartalmazza. A vásárlóerő romlásával magyarázható, hogy a korábbi szokásokhoz képest az emberek később cserélik le autóikat. Az autók előregedésével párhuzamosan mind kevesebben keresik fel a márkaszervizeket. A sufni műhelyek gyarapodása azonban a közlekedésbiztonsági kockázatokat is növeli. A családtagomat is a legjobb és nem a legolcsóbb orvoshoz igyekszem vinni, idézőbe javításra, gyógyításra. Ugyanazt gondolom, hogy ha nekem az autón fontos az, hogy a mozgásképességem állandó legyen, akkor olyan orvoshoz, olyan szerelőhöz kell vinnem az autómat, amelyik biztosan jól megjavítja, és hogyha esetleg valami elromlik, akkor utána garanciát vállal ezért a munkáért, illetve felelősséget vállal azért, hogy ez a gépjármű, amit megjavított, az a közlekedésben részt vehet, biztonsággal részt vehet. Azt is szoktuk mondani, hogy egy szervizünk, ha megjavítják az autót, és mondjuk a fékútja 5 méterrel rosszabb, mint ami a gyári előírás volt, ez lehet, hogy az országúton kevésbé számít, ha időben kezdünk el fékezni, de mondjuk a zebránál már nem mindegy. Éjszakai kivilágítatlan útszakaszon csak odáig látunk az autónk előtt, ameddig a fényszórónk fénye világít. Tompított fény használatakor ez a távolság kevesebb, mint 100 méter. Ennek háromszorosát is beláthatjuk a legújabb fejlesztéseknek köszönhetően, ráadásul a szembejövőket sem vakítjuk el.
Biztosan látott már mindenki olyan akciófilmet, ahol a katonák éjjellátó berendezést hordanak, amelyik monokróm, tehát egyszínű, fekete-fehér vagy zöld-fehér képet ad nekik az éjszakáról és az ellenségről. Nos, ez az a berendezés, aminek most már elérkezett a polgári alkalmazása is, és autókban is megtalálható. A dolog úgy működik, hogy az Audinál például a baloldali karikának a közepébe beépítettek egy infravörös kamerát, amelyik tulajdonképpen a hősugarakat érzékeli, és ennek alapján rajzolja ki a képet. Ez azt jelenti, hogy amelyik a valóságban melegebb, az világosabb lesz, amelyik tárgya valóságban hűvösebb, nem olyan meleg, az sötétebb lesz a képe. Azt is megtehetnénk, hogy csak a kis kijelző képére hagyatkozunk vezetés közben, mert ugyanazt mutatja, amit mi a szélvédőn keresztül látunk. De természetesen ezt nem szabad. A rendszer csak segédeszköz, segít még biztonságosabban közlekedni rossz látási viszonyok között is. Ennek a kamerának a látótávolsága 300 méter, ami azt jelenti, hogy sokkal több, mint akár a távfényszórójé is, és mindig működik akkor is, hogyha csak a tompított fényszóró világítja meg az utat. Tehát tulajdonképpen szinte olyan képet ad az embernek, mintha televízión keresztül nézni azt, ami előtte van, holott a valóságban a szélvédőn kinézve nem lát semmit. Ez a berendezés felismeri, hogyha gyalogos van a látószögében, azt megjelöli, és ha belép az autó elé, és fennáll a veszély, hogy elüti az a vezető, akkor pirossal bekeretezi azt a gyalogost, és bimbamol, hogy ébredjen fel az ember, nehogy véletlenül bekövetkezzen a baleset. Ha a kerékpár szóba kerül, mindenki derűsen legyint egyet, lazán átteker a tilos jelzésen, bedob még egy felest a sarki kocsmában, az pedig, hogy Mari néni fény visszaverő mellényben, fején bukós isakkal induljon pletykálni a falu túlvégére, a fantázia világába tartozik. Nagyon fontos az, hogy a biciklisek is tudják, hogy nem csak nekik kell látniuk, hanem látszódniuk is kell, hiszen a közlekedés többi résztvevője rendszerint nagyobb és nehezebb járművekkel közlekedik, tehát hogyha valakit nem látnak a biciklén az autósok, akkor ő nagyon könnyen megsérülhet. Mondhatnák az öregek arra, hogy ugyan már gyerekek, hát leéltünk egy életet láthatósági mellény nélkül, sisak nélkül. Nyilván a körülmények változása is okozza, hogy kerékpárosként is egyre komolyabban kell vennünk magunkat a közlekedésben. Az elmúlt 40 évben több mint háromszorosára nőtt a magyarországi autóforgalom. Sokkal több autó van, ezek sokkal gyorsabbak, sokkal nagyobbak és sokkal nehezebbek. Alapvetően megváltozott már a közlekedés. Nem lehet úgy közlekedni vidéken sem, mint mondjuk 30 vagy 40 évvel ezelőtt. A húsvéti italozást sem vehetjük félvárról, hiszen a hivatalosan meghirdetett zéró tolerancia elve nem csak az autósokra, a kerékpárosokra is épp oly szigorral vonatkozik. Amikor kerékpárra ül, szokott néha előtte meginni egy felest, mondván, hogy biciklin úgyse érdekel senkit, vagy nagyon komolyan veszi azt, hogy itt is zéró tolerancia van? Itt Pesten nem, de vidéken igen. Tehát ott két falu között szoktunk biciklizni, és ennyi. Az ünnep kapcsán rendőrségi akcióterv is indul, épp a kerékpárosokat célozva meg, mely része egy átfogóbb, minisztériumi szintű kezdeményezésnek. A közlekedésbiztonsági akcióprogramnak az az alapszellemisége, hogy mind autósok, mind gyalogosok, mind a kerékpárosoknak joguk van arra, hogy épségben eljussanak oda, ahova elindultak. Ez az akcióprogram és a rendőrség fellépése is ezt szolgálja, hogy mindenki épségben odaérjen. Persze nem okvetlen a most látható módon. Van a nagyvárosi közlekedésnek egy olyan foglalkozási ága, ahol szó szerint létkérdés a biztonság. A futárokról van szó, mely társaság szinte önálló kasztot képvisel a hivatalból közlekedők népes világában. A futárokról, akik esőben, hóban, rekkenő kánikulában nyomják havi 4-5000 kilométerüket. Nincs még egy olyan munkakör, mely ennyire őrlődne a hivatalosan megkövetett szabályok, a jól felfogott biztonság és a megrendelők általában lehetetlen kívánalmai közt, ahol ennyire megjelenne a társadalmi verseny, s mely ennyire rá lenne utalva a közlekedés többi résztvevőjének segítségére. A futároknál hál' Istennek rendkívül ritka a komoly baleset. Köszönhetően többek közt az autósok elmúlt években tapasztalható hihetetlen fejlődésének, közlekedési morálunk egyértelmű javulásának. E sorok írója, aki maga is motoros futárként dolgozik barátaival Budapest egyik legrégebbi futárszolgálatánál, bizton állíthatja, 10 autósból 9 immár egyértelműen segít, helyet ad, lehúzódik, de ugyanez igaz a buszokra, sőt még a kamionokra is. A futár jósága nem csak gyorsaságában merül ki.
betartani a szabályokat, de ugyanakkor villámgyorsan felismerni és élni a lehetőségekkel. Nos, ez az igazi kihívás a foglalkozásban, melynek pillanatai olykor egy műkorcsolya kűr bonyolultságát idézi. Ahogy egy futár barátom mondani szokta, a nagyvárosi közlekedés olyan, mintha zenekarban játszaná. Az ember úgy folyik át a Clark téri körforgalmon, hogy az autósok észre sem vehetik, hogy ott hol. Határozottan, dinamikusan, biztonságban. Tolját, tesó! Új vagy használt jármű vásárlás esetén az üzemben tartónak a használatba vétel napjától kezdődően köteles a járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére. Sokan nem tudják, nem csak ekkor van kötelezettségünk, hanem sok mindenre oda kell figyelnünk akkor is, amikor autóinkat kivonjuk a forgalomból. Egy járműnek, amikor én megvásárolom, annak vannak kötelezettségei is. Kötelesség az, hogyha a járművet nem kívánom én járműként üzemeltetni tovább, akkor legális a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján fellévő 260 bontóban kell leadnom egy bontási igazolásért cserébe. Ezzel szemben az utcán végzi, vagy fekete bontókban jelentős mértékben a járművek az életét, és innentől kezdve nem tudunk megfelelni az uniós kötelezettségünknek megfelelő mértékben. Jó lenne ezen sokat javítani. Minden második használt alkatrészt illegális autóbontókból, szakszerűtlen bontásból származik. De van, aki még hasznot húz belőle, akár az életünk árán is. Az illegális hulladékkezelők gátlástalanul szennyezik a környezetet. Roncsautónkat csak regisztrált bontónak, illetve hulladékkezelőnek szabad leadni. Stábunkat egyik helyszínről a másikra a Hórúk költözteti. A műsor támogatója a Hertz International. Biztonság négy keréken, külföldön is.